Tisztelt köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a megjelenteket és a képernyő előtt ülő donosieket a mai rendkívüli képviselőtestület ülésünkön. Mindenek előtt bemutatnám dr. Szabados Ottót itt mellettem, aki a munkánkat a mai ülésen fogja segíteni a közös hivatal képviseletében. Mielőtt belekezdenünk a napirendben, a legutóbbi testületülésen, ugye zárt ülést tartottunk, és az átülésen hozott döntéseink, két döntést hoztunk gyakorlatilag, ami a faluház beruházásának finanszírozásával kapcsolatos döntés volt, és gyakorlatilag a finanszírozáshoz kellett kölcsön pénzeszközt átvennünk. Sokszor említettük már, hogy utófinanszírozásos pályázatok vannak Magyarországon, a faluház felújítása is ez volt, ezért, és a bankok nem tárgyalnak önkormányzattal, tehát a saját bankunktól sem tudtunk átmeneti finanszírozást kérni, ezért az Összefogás Dömösért Egyesület, illetve a Grabokus Kft. Volt segítségünkre, és tőlük kapott az önkormányzat erre az átmeneti időszakra, három vagy négy hónapra, attól függ, mikor kapjuk meg az MVH-tól a pénz átmeneti kölcsönt. A mai ülésünk napirendjével kapcsolatban lesz egy módosító javaslatom, de mielőtt azt előterjeszteném, a jegyzőkönyvhitelesítők személyére kérek jelentkezőt. Kettő fő. Egy fehér Friedman Robert és Fabi László, aki egyetért a személyükkel, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, 5 igen, 2 tartózkodás. A meghirdetett napi rendi ponthoz képest egy módosító javaslatom lenne. Időközben a közös hivatal munkatársai a vagyonrendelet módosítását elkészítették, és ezt javaslom, hogy a mai nap vegyük napi rendre. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy egyéb észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. Itt már Robert. Nekem összességében az a olyan észrevételem, hogy ismételten nagyon későn kapjuk meg az anyagokat. És ezért nem tudom, hogy a többi képviselőtestületi társam hogy van, de én akkor nem frissítgetem naphosszat a e-maileket, hogy mikor kapom már meg ezeket, és meg tudom nézni, tehát hogy az időbeosztásom az nem jó, illetve most én próbálom nézni az egyik előterjesztést, és olyan dolgot látok benne, hogy nem is találkoztam, mint itt a AVE Kft. Most vagy én nem hiszem, hogy rosszul olvastam, és végignéztem az összeset, de az AVE Kft. Fogom tárgyalni, hogy valami szabálytalanság volt. Település közlekedés vállalkozás fejlesztési bizottság, tehát most egy olyan papír került ide elém 10 perc ezelőtt, amit nem láttam még soha. És hogy így nekem nagyon-nagyon nehézkes a döntés. Meg egyáltalán, tehát hogy ezt a jövőben nagyon bízom benne többször jelzni, hogy hamarabb tényleg az SMS-ben meg márhol elírtak, hogy 3-4-5 napon hamarabb kapjuk meg, hogy fel tudjunk rá készülni kérdéseinket, hogy megfogalmazni. Világos, teljesen jogos az észrevétel. Annyiban biztató a helyzet, ugye a közös hivatal nehézségeit éljük meg közösen. Annyiban biztató a helyzet a jövőre nézvést, hogy ma eldőlt, hogy dr. Sarkatyó Adrián lesz Esztergom, illetve a közös hivatal aljegyzője. Ez azt jelenti, hogy ő már biztosan nem csak ugye felülről fog Dömössel foglalkozni, de ez azt is jelenti, hogy dr. Szabados Ottó mellettünk kapta meg a feladatot a dömösi kirendeltség vezetésére. És hogy így a feladatok tisztulnak, ez azt is jelenti, hogy szorosabban tudunk együttműködni, és több idő fog itt tölteni az Ottó közöttünk. Tehát ezek az átfutási idők, ezek rövidebbek lesz, illetve hosszabbak lesznek, és mindenki időben, remélhetőleg időben megkapja az előterjesztést. Az, hogy a mai ülésen ez a második papír is előkerült, az pedig annak az oka, hogy a Juditék a törvényességi osztályon találtak még egy csomagot, ami törvényességi felhívással élt a kormányhivatal, és aminek szeptember 15-e a határideje.
Ők, hogy is mondjam, jó szándékból gondolták, hogy ma, ha meg tudjuk ma tárgyalni a kormányjal a törvényességi felhívásait, akkor jövő héten nem kell összeülnünk még egyszer. De a testület dönthet úgy, hogy ezt nem kívánja megtárgyalni, és akkor jövő héten összeülünk. Tehát ezért került ez most helyszínen kiosztásra, pusztán energiatakarékosság okán. És azt gondolom, hogy ha a jövőben pedig, hát nyilván ezt ki tudjuk küszöbölni. Sajnos nagyon sok elvarratlan szál van még Dövös történetében, tehát mindig lesznek, meg, hogy is mondjam, helyszínen kiosztott dolgok, ez mondjuk egy önkormányzat sem ússza meg, de törekszünk arra, hogy kevés legyen. Még egyet, hogy meg én azt is ígérjem, tehát, hogy egy olyan papírt kapunk, mert ezt most én észrevettem, tehát egy olyan papírt kapunk, ami még nem volt előttünk, hogy ezt tudjuk, mert hogy ugye előterjesztés, mind a kettő a kormányhivatal, tehát hogyha nem futom át, akkor azt hiszem, ugyanazt kaptam. Tehát mert ez ugye egy három oldalas szöveg, most tényleg itt a AVEC Kft. Az, ami nekem feltűnt. Tehát hogyha máskor olyan papírt kapunk, ami még nem volt, akkor ezt jelezőbe lehetek szerintem, hogy egy új papír, és akkor hogy nem válaszom, hogy jó, ezt gondolom technikailag mehet, tehát ráírjuk azt, hogy helyszíni kiosztás a papír tetejére. És akkor rögtön azt is kérem majd, hogy ülés után jelezzétek, hogy kikéri papír alapon, amit otthon megkap a postaládájába, és akkor ott egyből érzékelhető, hogy mit kap itt helyszínen. Vagy kinek elég az elektronikus kiküldése az anyagnak. Tehát most, ami előttem van papír, ez az összes olyan, amit nem kaptunk, mert elektronikusan, csak hogy értsen. Nem. Tehát nem lehet ilyen megoldás. Nem, csak egyetlen előterjesztésen, amit nem kaptam meg elektronikusan. Más? Ha nincs, akkor szavazást a bocsásztom. Bocsánatot a módosítást, én ezt levenném a kudendő gondolat. Tudom, hogy szeptember 15, csak hogy gondolom a többi képviselőtestőti társam sem tudtam most itt átolvasni ezt a három oldalt, ezt értem, hogy nekem mondjuk 4 óra 20 perc. Értem, tehát én erről nem tudok és nem tudnék szavazni, és nem tudom, hogy a többiek vagy van, akkor lehet, tényleg itt átudjuk és megmondjuk erről a papírról. A másikat azt átnéztem, értem, ezt nem tudtam, de hogy ez így, én erre nem tudok úgy szavazni, hogy... Jó, akkor ezt módosító indítványnak felteszem majd szavazni. Akkor az először az én módosító indítványom, aki egyetért azzal, hogy a vagyonrendeletet ma vegyük napi rendre, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 6, 7, és aki egyetért azzal a Friedman képviselő úr javaslatával, hogy ezt a kormányhivatalnak a második törvényességi csomagját ma ne tárgyaljuk, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, aki ezzel nem ért egyet. 1, 2, 3, 4, 5, akkor tárgyaljuk. Jó. Aki egyetért a módosított napirenddel, az kész felemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aki tartózkodik, aki nem, és egy nem. Tehát 6, igen, egy nem. Tehát az első napirendi pontként szerepel a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal törvényességi felhívásainak megtárgyalása. Ahogy az előbb említettük, 2 darab csomag van előttünk. Megkérem a előterjesztés készítőjét, hogy a licincszavakba ezt ismertessük, jó? Köszönöm a szót, polgármester úr. A Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal részéről érkeztek ezek a törvényességi felhívások, amelyek vonatkozásában elkészítettük ezeket az előterjesztéseket, és ahogy említettem a bevezetőben, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal részére ezeket vissza is csatoltuk, és ők ezekkel az intézkedésekkel egyetértettek. A törvényességi észrevételnek az első pontja a polgármesteri tisztség ellátásával és az önkormányzati képviselő tiszteletéről szóló vonatkozó törvényen kapcsolatos. Tulajdonképpen az előterjesztése és a törvényességi kifogásnak az a lényege, hogy olyan kötelezettséget vállalni
amely jogszabályban szabályozott, azt az önkormányzat nevében a polgármester vállalhat. Tehát arra nem jogosított személy ezt nem írhatja alá. Egy kérdésem nem lehet. Lehet több fényt ezt kicsit kapni? Nem. Ez sajnos ez az összes fény. Csak tényleg ennyi. Ezt visszaadjuk. Próbálom, csak nekem ez egy picit kevés, és most nincs nálam kiegészítő eszköz. A másik a pont a könyvtári szakembernek a kérdése. Itt is ugye már bevezetőben említettük, hogy két probléma van. Gyakorlatilag az egyik a képviseleti jogosultságra nem jogosult személy által történő megbizonyosodása, a másik pedig a könyvtári szakember végzettségének a hiánya. Tehát mind a kettő gyakorlatilag kizárja a megbízásnak az érvényességét. Ezt kifogásolta a kormányhivatal, és ezt próbálja az előterjesztés, elfogadja az előterjesztés, és próbálja orvosolni. A harmadik pedig ebben az előterjesztés csomagban szintén megbízásról van szó, mégpedig jogi képviselő részére adott megbízásról, amely megbízást annak idején a kormányhivatal álláspontja szerint szintén megbízás adására nem jogosított személy írt alá, tehát emiatt ez a megbízás is érvénytelen. Köszönöm szépen. Dömösieknek nem ismeretlen a történet, ugye csak egyszerűen ezt úgy szoktuk fogalmazni, és többször-sokszor ismertetszük már polgármester írhat alá kötelezettségvállalásra vonatkozó iratokat, és képviselő nem. Ezekre tett részrevételt, ugye emlékszünk rá, hogy az elmúlt egy év során képviselő tette meg ezeket az aláírásokat, ezt a kormányhivatal folyamatosan felülvizsgálatát kért ezeknek a határozatoknak. Ez folyik most is, nyilvánvaló lesz még. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés észrevétel ezzel kapcsolatban. Robi, bocsánat, köszönöm. Csak hogy lehet, hogy még kicsit jobban értsék itt ülők, meg reméljük a tévé nézők is hamarosan. Tehát az első nél az van, hogy ugye mi, mint képviselők, szolgálati telefont kaptunk. Az előző képviselőtestületnek is volt szolgálati telefonja, amikor ez a határozott rendelet jött, azt a Csonka képviselő úr írta alá. Ez két dolog miatt nem jó, az egyik az, hogy ezt nem írhatta volna alá, mert kötelezettségvállalás, a másik az, hogy a képviselőknek nem jár szolgálati mobiltelefon, meg van, hogy természetbeli juttatásban mi jár nekik. Ez az, ami itt problémás. Ami ránk is vonatkozik, mert ez egy januári, amit ők kifogásoltak, hogy mi, amikor megalkotunk, ugyanúgy döntöttünk arról, hogy igenis, amikor képviselői mi voltunkra kell telefonálni, ne a saját zsebünkbe legyen, hanem tényleg kapjunk valamilyen támogatást. Mi is megszavaztuk, tehát az is most jelenleg ugye nem teljesen szabályos, meg jogos, tehát nekünk kell majd valamit találnunk, csak ugye ez egyelőre nem alakult meg. A második mellett a könyvtárosnak a könyvtárosi feladat ellátása, minden önkormányzatnak kötelező könyvtárt üzemeltetni. Itt nálunk Herman Jenő, mint egy Jolly Joker, ugye mindent elvállal és ő mindent csinál, őt neveztük ki, nem mi, bocsánat, a előző képviselőtestület nevezte ki, hogy legyen ő a könyvtáros. Ez megint két oldalról nem jó, az egyik az, hogy nem lehet ilyen kötelezettséget vállalni, mert hogy Jenő ezért juttatást kap, a másik pedig az, hogy nincsen olyan végzettség, amivel ezt elvégezheti, tehát ezt is visszavonjuk, és majd valamit kitalálunk, hogy tényleg legyen Gyömösön könyvtár. Ennyit szerettem volna csak mondani, hogy jó. Köszönöm szépen, Szilágyi Gábor. Én az ALE KFC-vel kapcsolatban kérdezem, hogy ugye itt az van a határozati javaslatban, hogy a felhatalmazza a képviselőtestület továbbra is polgármester hulladék származítási szerződés felmondására. Ez rendben van, mert egy szabálytalanul jött létre, de ugyanakkor rögtön meg kéne kötni egy másik hulladék felmondási szerződés, de arra itt nincs szó. Így van. Mert most a hulladékot el kell vinni. Most a törvényességi felhívásnak teszünk eleget. Nyilvánvalóan holnap nem fogom felmondani az AV-vel a szerződést.
a következő testületi ülésre pedig elhozzuk azt a határozatot, hogy jogszerűen meg is kössük ezt a szerződést az AVKFT-val. Így helyes? Mm-hmm. És akkor már, én sem gondolom, hogy ezt holnap aláírom, és akkor egy ilyen interregnumot teremtünk dolosan. Nem. A kettőnek egyszerre kéne megtörténni a régi felmondásnak, és az új megkötésén. Világos. Most határozatokat vonunk vissza. Tudom. Oké, okay. Más? Könyvtár ismételten. Igen. Be. Ugye két lehetőségünk van, vagy az önkormányzat működteti a könyvtárat, igen, vagy szerződést kell kötnünk, vagy megállapodást kell kötni a megyei könyvtárral. Helyesen mondta, a könyvtári szolgáltató hely működtetésére. Most ez akkor körülbelül tudhatni, hogy van erről már valami információ, hogy ez mibe kerülhet nekünk? Mert valami fog kerülni. Hát most is kerül, tehát tekintettel azzal, hát, hogy a dolgozó ezért plusz pénzt kap. Én azt gondolom, hogy ezt a kulturális bizottság, minthogy ma megalakítjuk, tekintse át. Különös tekintettel a látogatók számával, tehát én praktikusan az elmúlt hetekben 3 könyvtári órát töltöttem itt, amikor egyetlen egy látogató nem volt. Tudom, hogy ettől lehet jobban is működtetni, de a tény ma ez, hogy nem látogatják a könyvtára. Tehát én ezt a kulturális bizottság hatáskörébe utalnám, hogy mi legyen a könyvtár következő sorsa, vagy a jövőben a sorsa, amikor pénzügyileg is és minden szempontból lesz megnézik. Tehát egyébként nem kötelező feladat a könyvtár biztosítása, de önkormányzat által vállalható, ezt csak a Robinak mondtam. Nyilvánvaló, a meglévő értéket nem gondolja senki. Elnézést, itt az van, hogy a települési könyvtári ellátás biztosítása, a települési önkormányzatok kötelező feladat. Innen van a törvényből. Hát, akkor én ezt rosszul tudom, bár 3000 településből kb. 2500-ban is könyvtár Magyarországon, tehát valami csúszás van a törvény és a valóság között. Más? Ha nincs más, akkor szolgálásra bocsátom. Először a két csomag van előttünk. Azt a határozati javaslat csomagot, ami a azt mondja, hogy hogy is azonosítsuk be. A megyei könyvtárral kezdődik, jó? Pontosítom. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy a 7-es, a 12-es és a 14-es határozat visszavonása. 13-as, tehát ez évi 7-es, 12-es, 14-es határozat visszavonásáról van szó. Aki egyetért a kormányhivatal törvényességi felhívásával, és ezeket a 7-es, a 12-es és 14-es határozatot visszavonja a képviselőtestület, de ki január 31-i határozatot, az kész felemelése jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem? Tartózkodás. Egy tartózkodás. A másik csomagban pedig a 97-es, 225-ös és a 96-os határozat visszavonása van. A 225-ös az még 2012-ös határozat. Aki egyetért a kormányhivatal törvényességi felhívásával, hogy a 13-as év 97-es 96-os határozatát, illetve a 12-es év 225-ig határozatát visszavonjuk, az kész felemelésre jelezze. Köszönöm szépen. De bocsánat, nem számoltam meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez nem. Tartózkodás? Nem. Nem. És egy nem. 6 igen, egy nem. Tehát mind a két esetben. Egy mondatot, tehát a tényleg az összes képviselőtestületi társam teljesen tisztában van, most mit mondtunk vissza. Tehát elolvasta egy idő, megértette, és jogosan azt mondta, hogy igen, már pedig ő visszavonja. Mert vagy nem figyelt ide a testületülésre, vagy nem tudom,
hogy ne... Robi, én úgy beszélek, hogy a törvényességét rendben megvizsgálták, lecsatolták, vissza kell vonni. Itt van, aláírták, Politika Judit, a hölgy ideadta és mondta, hogy most kaptuk meg. Az értem, de akkor az nem a hölgy szavaz, hanem ti szavaztok. Igen. Teljesen tisztában vagytok, hogy mit mondtatok vissza. Igen, tisztában. Maximálisan. Én azt gondolom, hogy... Mert ez szerintem fizikai raképtelen. Erkölcsi kérdéseket a képviselő társaiddal szerintem egy civil beszélgetés során tegyél föl, esetleg gondis őket felelősségre. Nem hiszem, hogy az ülésnek ez témája lenne, és szerintem jogod sincs hozzá. Az, hogy a képviselő társaid megbíznak a polgármesteri hivatal munkatársainak a jogi véleményében, és ezt elfogadják, az az ő egyéni és szubjektív döntésük, úgyhogy kérem, ezt mellőzzük az ülésen. Második napirendi pont, parancsoljon. Csak annyit szeretnék esetleg képviselőnek talán kicsit megnyugtatásképpen is reflektálni, hogy alapvetően itt a kormányhivatalnak a szándéka segítő volt. Tehát annyi észlelt döntően ezekben a határozati javaslatokban, vagy törvényességi javaslataiban, hogy a polgármesteri hivatal képviseleti, vagy az önkormányzat képviseleti önkormányzatot képviselő személy, vagy adott esetben szerződést aláíró személy képviseleti jogosultsága nem volt rendben. Ezt kívánta rendbe tenni tulajdonképpen, hogy nagyon jó, hogy törvényes, arra törvény által felruházott személy által létrehozott szerződés, megbízás, stb. Álljon a rendelkezésre, magyarul jogszabályoknak megfelelően működhessen. Az a személy is, vagy az a szervezet is, aki ezeket a megbízásokat kapja. Tehát így próbálta a működésnek a törvényességét helyreállítani. Ezt szerettem mondani. Teljesen alapján. Amiben egyébként minket segít már a bíróság döntése is, ugyanez egy kapta fárvágy. Ugye mondjuk ki, Csonka József írt alá olyan szerződéseket, kötelezettségvállalásokat, amit polgármesternek kellett volna. Törvényszéknek, szabványai törvényszéknek már van precedens értékű döntése, történetesen a 65 milliós patakmeder szerződés helyreállításával kapcsolatban, amikor törvényes jogerősítéletben kimondta, hogy Csonka József nem írhatta volna alá azt a szerződést a polgármester helyett. Ebből vélelmezem azt, hogy az összes többi esetben is ilyen döntés fog születni, tehát a kormányhivatal és a polgármesteri hivatal munkatársai joggal lehetnek biztosak abban, hogy törvény szerint ezek a határozatok törvénytelenek. Tehát már van konkrét döntésünk túl azon, hogy én megbízom a törvényességi főosztály vezetőjében, illetve hát a Ottóék munkájában. Én is megbízom, tehát nem a bizalmatlanságomat fejezem ki, csak hogy egy olyan, hogy nem tudok szavazni, amit nem értek. Teljesen jó. Kérdezzünk. Második napirendi pontunk. Szervezeti és működési szabályzat módosítása. Ugye itt elsősorban erre a bizottságok megalakítása miatt van jelen esetben szükség. Illetve formai megjegyzés is van. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében, ugye a jelenlegi szövegezés szerint függelékben tartalmazná ezeket a bizottságokat. Ezt a kifejezést, hogy függelék, ezt nem használhatja, ilyet jogszabály nem tartalmaz, ezért a melléklet kifejezést alkalmazzuk, az formai dolognak tűnik, de ez egy fontos formai dolog, és akkor ezzel, ez gyakorlatilag a határozati javaslat is, és akkor ehhez csatlakozna maga a bizottságoknak a megnevezése is. Az, igen. Érdemes gondolom, akkor a 2-es és a 3-asnak rendi pontot együtt, tehát az SMS-t alig nem tudjuk módosítani, mert a bizottságokat nem hoztuk létre. Hát a formai kitételek szerint tudjuk módosítani, tehát a bizottságoktól külön kell szavazni. Értem, csak akkor gondolom, az SMS-t is kell ezáltal módosítani, tehát nem tudjuk hamarabb módosítani az SMS-t, mint hogy nem tudunk a bizottságokról. Ha jól értem. Tehát most akkor az SMS, a 2-es napi rendi ponton megszavazzuk az SMS módosítást a bizottságokról, majd a harmadikban döntünk a bizottságokról, hogy milyen felépítés és hogy vannak, tehát ez nekem egy logikai megértelmiség. Tehát én még összevonom a 2-es, a 3-as. Igen, de így fordítva lehet, hiszen a bizottság is nem kötelező, elvileg lehet, hogy nem is szavazod, de jó, ezt szerintem... Akkor ezt a felvetést fogadjuk be, én azt javaslom, és akkor először a bizottságokról tárgyaljunk.
Jó, bizottsági javaslatok. Azt mondja, hogy egy szó volt a szociális pénzügyi településfejlesztési kulturális, hogy a vagyonnyilatkozatot azt kötelezően oda kell pakolni valahova. Kérem a képviselőtestület tagjainak a javaslatát. Kulturális biztos van, az biztos lesz. Éva? Én kulturális bizottsági tagnak szeretném meg felkérni Friedman Robertet. Igen. Szilágyi Gábort, Hulai Bélát, és saját magamat ajánlanám, ha egyetért a képviselőtársaim. Képviselőtársaim felkérést elfogadják. Igen. Akkor én azt gondolom, hogy szavazásra bocsátom, aki egyetért az ő személyükkel a kulturális, nyilván a kulturális bizottság fogja az oktatás és a sport kérdéseket is megtárgyalni, de törekszünk a rövid elnevezésre. A kulturális bizottság tagjainak a személyével az kész felemelése jelezze. Azt mondja, hogy 1-2-4 7, igen, óhatatlanul kell önmagatokra szavazni, mert egyébként nem az előtt. Igen, ezt akartam mondani. Ha ez a minden minden, akkor bajom. Ha egyszer elvállaltam, akkor nyilván fél, hogy szavazzam rá, hogy ilyen. Nem tartozkodjak személyesen. Igen, hogy elvállaltam, hogy jelentkeztem vele, de akkor nem megy. Hogy is lesz külsőtök? Hát ez csak ilyen álszemélyre mondja az ember, ilyen tartozkodik. Jó, a külsős tagokat pedig hát majd egy következő, ugye van, aki már elvállalta, de át kell a nyilatkozatuk, hogy azt majd elfogadják. Külsős tagokat ugye felkértük az óvoda vezetőjét, illetve Éva a Janoszkinét. Elvileg mind a ketten elvállalják, a formai, ugye nekik esküt is kell tenni, tehát ahhoz, hogy dolgozhassanak, tehát formailag akkor ezt később majd beemeljük őket a bizottságok tagjai sorába, nyilván dolgozni ettől már tudnak. De most nem nincs döntés. Most tök nincs döntés. Arról is kell majd képviselőtestületi döntés, meg eszemes módosítás. Persze. Csak hogy mondom, kell az ő igenő válaszuk jelen. Az igenő válaszuk, eskütételük. Jelen kell lenniük. Etc. Tehát ugye, amíg nem tesznek esküt formailag, nem lehet. Lehetnek a bizottság tagjai, csak nem dolgoztak. Persze. Nem szavazhatnak. Jó, további bizottság. Pénzügyi, kezdjük a pénzügyivel, mert az fontos, Kozike személyében a pénzügyi bizottság oszlopos tagját már látjuk. Robi jelentkezett még pénzügyi bizottságba, és a Fabi Laci. Jó. Pénzügyi bizottsághoz hozzáterjük-e a szociális kérdéseket? Én javaslom, hiszen mind a kettő pénzkérdés, tehát a segélyek osztása és a pénzügyi keretek látása azt szerintem egy vagyonnyilatkozatot is oda kérdés. És akkor a évi egyszerű vagyonnyilatkozat kérdést is tegyük oda. Akkor viszont annak nem lehet külsős tagja, vagy lehet? Hát vagyonnyilatkozatnak nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. Hogy lehet ezt megosztani? Én azt gondolom, hogy amennyiben a látókörbe kerül a pénzügyi bizottságnak külsős tagja, akkor majd megbontjuk a bizottságot. Aki el is vállalja, és tudja is segíteni a pénzügyi kérdések munkáját, pillanatilag most a látókörben nincs ilyen, akkor majd erről később döntünk. Jó. Aki egyetért azzal, hogy a Filike Laci és a Friedman Robi a pénzügyi, szociális, illetve vagyonnyilatkozati bizottság tagja legyen, az kész felemeléssel jelezzem. 1-2-3-7, igen. Köszönöm szépen. Akkor két bizottság van. Na, akkor eddig igen, kettő. És akkor Robi a településfejlesztési bizottságra tesz javaslatot. Igen. Eddig a bizottságok, amikről szavaztunk, meg itt előtte is kicsit egyeztettünk, hogy ilyen ad-hoc jellegű problémák a településfejlesztési bizottságnál. Köztudott ugye, hogy az önkormányzatnak nincs pénze, hogy most akkor igen, teljesen felforgassuk az egész települést és szállodákat építsünk saját költségekre. Habár én nagyon fontosnak tartom a hosszú távú tervezést, hogy tényleg akkor kezdjük el és csináljuk, és illetve a régi szakembereket, szakanyagokat kérdezzük, megnézzük meg, hogy egy hosszú távú, dömös
kép, dömös terv az legyen, és ezért gondolom én nagyon fontosnak, hogy tényleg elnek ezek az ad-hoc jellegű, hogy igen, szociálisan, pénzügyileg mondom, de hogy egy hosszú távú gondolkodás mindenképp legyen. Én ezért mondtam, hogy legyen egy ilyen településfejlesztési bizottság, és itt mindenképp fontosnak tartom a külsős embereket is, akik tényleg támogatják, és itt vannak, és közösen gondolkodnak. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy ki óhajt részt venni a bizottságba. Mindenki. Azt kérdezem, jó, mindenki. Hát ha mindenki benne van, akkor ez mégis van. Hátestületi lény. Akkor hátestületi. Igen. Kivén a bók. Én kimondok, és akkor ötön vagytok, és akkor lehet külsős, mi? Hát úgy jó. Én nekem elégem. Én olyan Szilágyi Gábor fölkérem, Friedman Robert, Fabi László és Urai Béla. Agilis. Négy, és akkor kettő külsős lehet. Vagy három, igen. Hát én aki gondolkodom, meg itt ül a sorainkban, a Tiroler Tamás az, akivel már néha sikerült nagyon jó ötlet bőrzét tartani, és én azt látom, hogy tényleg hosszú távú tervben nagyon, nagyon benne van, illetve hogy jó ötletei vannak, lehetnek, illetve Somogyi Lacira gondoltam még, aki korábban benne is volt a bizottságülésben, illetve Kőhami Jóska az, akinek szerintem meg olyan óriási anyaga van, hogy ő is szerintem egy olyan fix ember, aki jó lenne, de hát majd ezt megkérdezzük, meg megtábláljuk, gondolom, mint bizottság. Jó, hát a jelenlévőket tudjuk megkérdezni. Tamás, elvállod? Jó, akkor ez a fix, a többiekről meg majd, igen, amikor eljönnek. És kéne felkérni? Több nem lehet. Négy képviselőt, három külsős többségnek kell adni a képviselőnek. De ha netán van, aki nem vállalja. De igen, a gombol Péter, a Péter, igen. Mert én gyanítom, hogy ő nem fogja vállalni. Nem. Jó, ez elméleti kérdés, akkor... Jó, hát akkor meg bővítjük. A gyerekek most formálisan teljesen mindegy, hogy hány bizottsági tag van, az a lényeg, hogy hány évben meg tudja beszélgetni. Hát most ez formális kérdés. Lehet meg itt 15-en is, aztán kész. Hát. Jó, aki egyetért, akkor a képviselőtestület férfi tagjainak a Településfejlesztési Bizottságban való tagságával, illetve Tamást megkérdezik, és azt is megkérdezik, hogy nem kér zárt szavazást ez ügyben, mert most már azt is tudjuk, hogy erről is külön kell dönteni, tehát akkor egyben megszavazzuk, és aki a Tamás személyével, mint külsős tagnak, az kézfelemeléssel jelezze. 1-2-7, igen, köszönöm szépen. Akkor a bizottságok tekintetében megvagyunk. Akkor az előbb említett formai korrigálások a szervezet és a jó, és a SMS-ben, illetve a bizottsági struktúra módosítása, aki küldött anyaghoz képest, akkor oly módon változik, akkor először ezt a módosítási javaslatot teszem föl, hogy a kulturális oktatási bizottságban akkor gyakorlatilag hogy is van, négy fő volt? Négy fő volt. A szociális vagyonnyilatkozó, nem, a szociális, pénzügyi, szociális és vagyonnyilatkozat bizottságban ott akkor három fő volt, és a településfejlesztési bizottságban pedig négy fő. Négy fő plusz egy, azt most tudjuk, egy külsős. Jó, aki egyetért azzal, ezzel a módosító javaslattal, hogy a bizottsági... Az előterjesztéshez képest bejött ez a településfejlesztési bizottság, nem tartalmazta. Így van. Módosító javaslattal, hogy az előterjesztéshez képest ugye ott a bizottsági struktúrát összevontuk, plusz a településfejlesztési bizottságot bevettük az előbb említett létszámú tagokkal, az kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, hét igen. És akkor most egységesen az SMS módosítását szavazzuk, aki egyetért az SMS-nek az előbb említett formai okokból eredő módosításával, illetve a bizottsági struktúrával és tagokkal való kiegészítésével, az kézfelemeléssel jelezze. Hét igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a vagyonrendelet. A
vagyonrendelet módosításának egyik oka a polgármester aláírási jogosultságának összegszerűsége. Ugye most még az régi SMS-ünk van, illetve az előző képviselőtestület által összeállított SMS van érvényben, és abban az SMS-ben, illetve abban a vagyonrendeletben a polgármester aláírási jogosultságát 10.000 forintban korlátozta az akkori képviselőtestület. Ez praktikusan működésképtelenné teszi a mindennapi működést, akár egy óvodai étkezési utalás elvégzését tekintve is. Ezért az előterjesztésben 200.000 forintos, hát ami régen is volt, 200.000 forintos összeghatár szerepelt, és éves keret pedig 2 millió forint. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e hozzászólásuk, észrevételük? Robi? Ez már korábban is ugye felmerült, amikor egyszer kivételt tettünk, hogy a jogi ügyben nem tudja eljárni, és ott is azt említettük, és utóbb, hogy abban állapodtunk meg, hogy megnézzük, hogy mik azok a költések, csak így összegszerűen mi az, amikor tényleg szükség van a 200.000 forint, hogy így jól be tudjuk lőni ezt az összeget, és hogy én ezt erre még mindig azt gondolom, hogy erre szükség lenne, vagy szükség van, hogy így gyorsan átjönni az, amikor neked alá kell írni. Tényleg a 10.000 forint szerintem is alacsony, de hogy neked alá kell írni mondjuk egy 198.000 forintos utalás, vagy valami, hogy én erre teszek javaslatot, hogy előtte nézzük meg gyorsan, amikor kell aláírni, milyen összeget az elmúlt egy-két évben. Aki a Robinak ezt a módosító indítványát elfogadja, az kész felemelése jelezze. Egy igen, aki nem. Egy, kettő, három, négy, öt, nem. Aki tartózkodik. Jó a tartózkodás, vagy nem? Nem. Jó. De azt is beszéltük múltkor, azt hiszem, hogy akkor is szó volt erről, hogy mennyi 50, de akkor volt az, hogy ha ez akkor a 50-ben nem fér, ha 100, akkor az se jó, ha 150, az se, és akkor úgy beszéltük meg, hogy a 200. De azt is megbeszéltük, hogyha lesz ilyen döntés, hogy mondjuk 165.000 forintos valamit alá kell hirtelen írni, akkor van telefon is, föl fog írni a polgármester úr, vagy ír egy e-mailt, vagy valamit, és kikéri a véleményt. Ez azért van, csak szerintem, hogyha például az óvodának most kell, vagy a szőkeforrásnak utalni 125.000 forintot, akkor ne az legyen, hogy most holnap megint be kell jönnünk, összejönni, és megint egy 5 percig ülést tartsunk. Értem. Ez egyértelmű, tényleg csak, hogy ugye, ahogy Lajos is mondtam, az 2000 forintunk van, tehát hogy én ezért egy nagyon szigorú költségvetés, egy nagyon szigorú utalási rendet tennék pont emiatt, hogy mi is tudjuk, figyeljünk arra, mert szerintem a mi felelősségünk, tehát nem csak a Lajos felelőssége az, hogy ő mire költ, hanem a mi felelősségünk. Tehát ez őt védi is, hogy mondjuk ő megrendel 149.000 forintért valamit, mert megteheti, és hogy az övé a felelősség, mert ugye nem tudunk róla, vagy nem tudhatunk róla, de hogyha 7 ember felé megy a felelősség, akkor igen, azt mondjuk, hogy már pedig ez indokolt és menjen, vagy ez pedig nem menjen. Tehát ez mondjuk őt védi is. Így csak azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt ez igaz, amit a Robi mond, másrészt meg nem lehet azt, tehát el kell fogadnunk azt, hogy a polgármester felnőtt felelős ember, aki a tetteivel, meg a súlyával tisztában van. Ha nem ebből indulunk ki, akkor minden egyes lépésénél fognunk el a kezét. Én szerintem erre nincs szükség. Úgy gondolom, hogy ad egy. Ha nincs pénz, akkor se fog, lesz miből átutalnia, tehát nem lesz miből utalványoznia, tehát itt kezdődik, hogy fizikailag lesz rá lehetősége. A második pedig az, hogy... Már belezavarodom a munkámba. De mindegy, tehát ja, a másik, amit azt akartam mondani, hogy nyilvánvalóan természetesen legalább utólag, ha nagyon fontos dologról van szó, akkor nyilvánvalóan előre kikéri a véleményünket, és de utólag minden testületülésen erről be fog nekünk számolni, hogy ő most erre költött el ennyi pénzt, abból a keretből, ami rendelkezésére áll. Itt a utalással kapcsolatok meg, ha ezt azt mondjuk, hogy igen, 200.000-ig, akkor nem az utalás, hanem hogy ott van egy csekről, hogy igen, ez mehet attól, hogy most ott fizetjük, vagy mikor, hogy mi addig az független.
Tehát, hogyha mondjuk 198 ezer forintért valamit beruházunk, teljesen mondjuk, hogy van rá pénz, vagy nincs, de hogyha valaki azt mondja, hogy igen, már pedig ezt megrendeljük utána, tehát, hogy nem csak az utalásnál jön elő ez a felelősség, hanem hogy jól állít, hogy igen, ezt tényleg megtenni. Ez tisztában. Én egyszerűsítem a kérdést, tehát, hogyha valaki, akkor én pontosan tudom, hogy mennyire nincs pénze az önkormányzatnak, és hogy nagyjából novemberre foglalkozni kell a képviselőtestületnek, hogy azt a 7 millió forintot, ami luk van, és bármikor leinkasszálhatnak belőle 5 milliót, azt honnan kezeljük. Tehát én nem gondolom, hogy nekem eszembe jutna megrendelni 198 ezer forintért valamit, hogy a szabaddal éljek. Itt egyszerű technikai eszközt kérek a kezembe, hogyha a polgármesteri hivatalnak, már pedig az önkormányzat fizeti a polgármesteri hivatal dologi kiadásait, és a szívői felsorolja nekem, hogy hát most ennyi a villanyszámla, ennyi a fűtés, ennyi a fénymásolójavítás, ugye föl vannak halmozódva a számlák, és most át kellene tenni az önkormányzat számlájáról 120 ezer forintot, vagy 198-at, teljesen mindegy, akkor ne kelljen meg összeírni a képviselőtestületi ülést, és ez az óvodánál ugyanígy megy, hiszen az önkormányzat finanszírozza az óvodát, tehát nekünk kell biztosítani azt a pénzeszközt, a mi számlánkról kell átpakolni. Ezt persze megtehetem, és hogyha nagyon rossz indulatú akarok lenni önmagammal, hozhattok 50 ezer forintos határt is, és akkor 4x 49 ezer forintot átutalok, és akkor ugyanúgy betartottam a szabályokat, és akkor ugyanúgy eltapsoltam a falu pénzét, de én nem gondolom, hogy ilyen ember lennék. Tehát aki ki akarja játszani a szabályokat, az ki tudja, ezt hitel nekem, és nem fogod tudni ellenőrizni, erre láttunk példát bőven, nem nálam, úgyhogy bármilyen összeget hozol, ha akarjuk, hogy tudjuk játszani. Béla. Tulajdonképpen röviden ez zárva a dolog, tehát nem akarok hozzászólni. Köszönöm szépen. A napi működés szempontjából a 4x 49 ezer forintot semmiképpen nem javasolnám. Jó. Igen, az drága napi működés lenne, az biztos. Jó, akkor szavazásra bocsátom a vagyonrendelet módosítását, aki elfogadja a vagyonrendelet ekénti módosítását, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, 6 igen, 1 nem, vagy nem az 1 nem. Nem az 1 nem. Jó. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését. Valószínű jövő hetekben folytatjuk. Még egy ideig sok rendkívül ülésünk lesz, amíg el nem férceljük az összes szálat. A legközelebbi munkaterv szerinti ülés az pedig szeptember vége, de azt hiszem, addig biztos lesz az ülés. Az ülésvezetőnél bezárom. Egyébként is.